Köszöntöm a nézőket, mutatjuk, mi mindenről lesz szó a mai nap szemlében. Március 1-től lehet benyújtani az egységes agrártámogatási kérelmeket. Tájékoztatót tartott az Ápia. Saját függőségeiről beszélve tartott tükröt hallgatói elé dr. Zacher Gábor toxikológus orvos. Március 1. hétvégén temetik a farsangot Gyergyó Szent Miklóson. Kicsiket és nagyokat is táncházba várnak. Március 1-től lehet benyújtani az egységes agrártámogatási kérelmeket a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség fiókjainál. A gazdák informálása érdekében az Ápia Gyergyószentmiklósi munkatársai több településen tartottak tájékoztatót. A gyergyószentmiklósi gazdákat szerdán várták megbeszélésre a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség munkatársai a helyi tanácsterembe. Mint ismert, Románia az Európai Unió tagjaként többféle mezőgazdasági támogatásban részesül, amelyeket a gazdák pályázhatnak meg. Ezek közé tartozik a területalapú támogatás, a differenciált visszaosztott támogatás, az éghajlatra és a környezetre kedvező hatást gyakorló műveletek támogatása, a fiatal gazdák támogatása, a kisgazdáknak járó támogatás. Az Ápia a legfontosabb tudnivalókat közölte az érintettekkel. Kéréselvő és periódusa az egyik leglényegesebb dolog, az március 1-e és május 15-e közé tevődik. Május 15-e után nem veszünk el kéréseket. Belefértünk ebbe az időbe a tavalyi évbe is. Az idén is így lesz. Az első fázisba jöjjenek azok a gazdák, akiknek egyszerűbb támogatási kérelmük van, illetve nincsen állatos támogatásuk. Tehát azoknak a gazdáknak, akiknek az állatai csak lefödöttségre, tehát a gyepterület lefödöttségére van állatállományuk, azok jöhetnek, illetve természetesen azok is, akiknek egyáltalán nincsen állatállományuk. Változás a tavalyhoz képest, ha már a gyepterületekről beszélünk, hogy külön kódot kaptak a legelős területek. Tehát azért, mert ezelőtt, az előző években egy gyűjtő kód volt a gyepterületeknek, most a gyepterületek el vannak választva, külön lesz a kaszálós, és külön a legelős területeknek egy-egy kódja. Ez azért érdekes, mert a gyepterületekből a legelős területeket saját állatállománnyal le kell födni. Eddig is így volt, viszont voltak olyan gazdák, akik ezt átjátszották, nem kaszálták meg, nem is legeltették le, nem lehetett tudni, hogy hova inkadrálódik a területük. A támogatási kérelmek benyújtásához szükséges dokumentumokról is tájékoztatták a jelenlévőket. Nem kell plusz aktákat hozzanak, hozzák magukkal az egyik leglényegesebb, az önkormányzat által kiadott gazdalajstromról egy igazolást, hozzák a személyi igazolványukat, és hoznak egy kontot abból a bankintézményből, ahol a folyószámlájuk van. Az egyszerű gazdák semmi egyebet nem kell hozzanak, pontosan kell tudják, hol a területük, tehát a beazonosítás véget, a többit pedig minden egyes helységben egy csapat segít, hogy ezeket a kéréseket kitöltsék. Egy másik fontos tudnivalóra is felhívta a gazdák figyelmét az Ápia munkatársa. Megemlíteném a gazdáknak egy nagyon fontos dolog, hogy következik március 15-e, nem az Ápia szempontjából, a gazdák szempontjából. Március 15-éig kötelező módon 2019-re le kell tegyék az adóbevallásukat. Minket azért érint ez a dolog, mert egyes gazdák a pénzügyről igazolást kell hozzanak, hogy amivel azt igazolják, hogy a mezőgazdaságból származó jövedelmük minimálisan egy harmadát teszi ki az összjövedelmüknek. Tehát megkérek mindenkit, hogy március 15-e előtt próbálja ezt a nyilatkozatát letenni. Sajnos ettől az évtől kezdődően ez online, szép magyarul, interneten keresztül történik, amihez szükségeltetik leghamarabb egy e-mail cím. Mivel az ANÁF, tehát a pénzügy és a gazda között internetes kommunikáció fog létezni.
Tehát a március 15-öt ne felejtsék, minden egyes önkormányzatnál a pénzügy tartott tájékoztatót, és vannak személyek, akik tudnak segíteni ezeknek a nyilatkozatoknak a kitöltésébe. Tehát forduljanak az önkormányzathoz, vagy ugye a gyergyóiak fordulhatnak direktbe a pénzügy fele is. A mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség tájékoztatójáról részletesebben is beszámolunk majd a Gyergyó TV gazdálkodó című műsorában. Közleményben tudatta az Erdélyi Magyar Néppárt Gyergyó-Szentmiklósi szervezete, hogy február 26-án tisztújító közgyűlést tartottak. A jelenlevők elnöknek Ádám Attillát, alelnöknek Boda István Károlyt, Brassai Csabát és Minier Évát választották. Ádám Attila frissen megválasztott elnök kiemelte, hogy a későbbiekben még nagyobb intenzitással folytatják a városban közel 2 éve indított és sikeresen működő ingyenes jogi tanácsadást, ezzel is szorosabbá téve a lakossággal a kapcsolatot. A közgyűlés ezt követően rangsorolta a küldötteit a március 11-én sorra kerülő Hargita megyei küldöttgyűlésre, valamint a március 23-án sorra kerülő országos küldöttgyűlésre. Saját függőségeiről beszélve tartott tükröt hallgatói elé dr. Zaher Gábor, toxikológus orvos, Gyergyó-Szentmiklóson 2 előadást is tartott erdélyi turnéja keretében. Kora délután a város középiskolásainak tartott előadást Zaher Gábor, toxikológus, a droghelyzetről beszélt a fiataloknak. Este mindennapi függőségeink címmel tartott előadást, saját függőségeiről is beszélt. Alapvetően munkaalkoholista vagyok. Edzésfüggő, imádok futni. Csokoládéfüggő, az a magyaros csoki, az minden nap beköszön. Ma is már volt, de még itt a színfalak mögött van, ami ma még úgy el fog szépen fogyni. Koffeinfüggő vagyok, ha már nem iszom kávét, ez általában tejával szoktam fedezni. Dohányzom. 43 éve pipázom. Semmilyen motivációm nincs, hogy abba hagyjam a dohányzást, és sorozatfüggő vagyok. Ez nagyjából 6. De az én függőségeim tökre normálisak. Azok a semmi baj nincsen az ég élet a világon. Miért? Mert én benne állok a saját körömbe, és pontosan emiatt ugye ezt teljesen másképpen értékelem. A függőség szót a magyarok kizárólag negatív értelemben használják, pedig nem feltétlenül az, hívta fel a figyelmet a toxikológus, majd beszélt arról is, melyek a leggyakoribb, illetve kevésbé ismert függőségek, melyiknek milyen hatása van az egyén életminőségére. Alkohol, kábítószer, szerencsejáték, evés, hölgyek, vásárlás, szex, és még nagyon-nagyon sok mindent lehetne felsorolni. A gyógyszerfüggőségtől kezdve egy csomó-csomó magatartás függőségünkig, amivel meg tulajdonképpen együtt élünk. Én szoktam volt mondani, ugye, hogy van kb. 15 millió magyar, a 15 millió magyarból 15 millió függő van. Az, hogy tulajdonképpen ebből hány olyan van, akinél ez már kóros, ugye patológiás, hány olyan, aki egész jól együtt tud élni ugye a saját szenvedélyeivel, ezt nem tudjuk megmondani. De például napjainkban az egyik legpopulárisabb függőség, ugye a közösségi média, ami érthetetlen módon elterjedt, és például Magyarországon 6 millió Facebook használó van, és becsléseink szerint ennek a 25%-a függőként éli az életét. Ez nem kevés. A szerencsejáték azon még tulajdonképpen fontos, és itt is azért az utóbbi időben jelentős változás állt be, hiszen ma már nem kell ahhoz elmenni mondjuk egy játékterembe, egy kocsmába, hogy az ember a félkorú rabló, a flipper, vagy bármi. Ma már otthon is ugye az online világban bármikor ugye leülök, és fogadhatok a norvég harmadosztályú labdarúgó mérkőzésektől kezdve ugye bármire, és hát bizony-bizony ez is szenvedélyként él, pókerezhetek, és ugye ne felejtsük el, ezek nagyon-nagyon csábítóak, mert ha most kezdesz el játszani, akkor az első 15 pörgetés, meg kapsz $50 bónuszt, és így tovább, és így tovább. Aztán utána jön a gyógyszer, részben a gyógyszerek közül leginkább a hashajtó, utána az altató nyugtatószer, és ugye még mindig nem beszéltem arról, ami ma azért fétistárként van emlegetődve csúnya magyarsággal, a kábítószer. Magyarországon a kábítószer függőség az nagyjából 20 ezer embert érint, és ugye az országhatárunkon kívül élő magyaroknál pedig ez még alacsonyabb. Hiszen, ahogy én itt hallottam, és itt a különböző statisztikai adatokat is megnéztem, azért Erdélyben mondjuk az alkohol sokkal-sokkal nagyobb probléma arányában, mint maga a kábítószer. Nem azt mondom, hogy itt nincsen, van természetesen itt is, de nem akkora,
probléma, ugye, mint Magyarországon, ahol valljuk be őszintén megint csak nem olyan nagy probléma, de alapvetően jó nagy problémát csinálunk belőle. Miért is? Mert a kábítószer egy fétis tárgy. Nem tudunk a kábítószerrel mit kezdeni. Ma délelőtt, illetve hát kora délután ugye itt volt ebbe a terembe 350 fiatal, akik alapvetően középiskolások, és ugye kor szempontjából, és ez félre ne értse bárki, ugye a felhasználói oldalhoz tartoznak. És nekik is természetesen kellett, meg lehetett erről beszélni, de előtérbe került itt is az alkohol, és természetesen a közösségi média is, ami sokkal inkább a fenyegeti őket, és annak az esélye, hogy mondjuk a kora délután itt velem szemben ülő gyerekek közül bárki eljusson odáig, hogy kábítószer függő legyen, annak nagyon-nagyon kicsi az esélye. Ellenben ahhoz, hogy ők mondjuk naponta sok-sok időt töltsenek a Facebookon, esetenként bármilyen egyéb más közösségi médián, az sokkal inkább veszélyezteti őket, és persze abban nem fog belehalni. Jó, időnként lehet olvasni, kínai gyerek, négy napig ki se szállt a gépéből, fölfordult, meghalt, igen, vannak ilyen extremitások, meg ugye csinált valaki magáról egy selfit, beesett a szakadék, csak ilyenek vannak ezek a történetek, de ezek valljuk őszintén ritkák, de az idő és a világ, ahova ez elvezet tulajdonképpen bennünket, az az, ami ma még azt gondolom, hogy jelentős módon kiszámíthatatlan. Mint az előadásban elmondta, az volt Zacher Gábor célja, hogy tükröt tartson a hallgatóság elé, rávilágítson arra, mi mindentől függhetünk nap mint nap, és hogyan kezelhetjük ezeket, mert a legfontosabb a gyógyulás felé vezető úton, hogy merjünk szembenézni saját magunkkal, mondta. Döntött a Magyar Polgári Párt elnöksége az európai parlamenti választások tárgykörében az RMDS-szel folytatott tárgyalások kapcsán, adták hírül közleményben. A végleges álláspont szerint a polgári alakulat visszautasíthatatlan ajánlatot fogalmaz meg az RMDS felé. Az MPP a romániai magyarság részéről a szavazatok maximalizálását ajánlja, ezzel együtt a Kárpát-medencei magyar képviselet erősítését az Európai Parlamentben. Március első hétvégéjén temetik a farsangot Gyergyószentmiklóson. Lesz táncház kicsiknek és nagyoknak, néptánc előadás, a városi farsangtemetést pedig ismét az Alkotóház udvarán tartják meg. Több napon keresztül temetik a farsangot idén Gyergyószentmiklóson. Péntektől vasárnapig kínálnak vidám programokat a szervezők. Március 1-én pénteken délután 18 órától a gyerekeknek szerveznek jelmezes táncházat a Művelődési Ház stúdió termében. Utána 8 órától a felnőtteknek húzzák a talpalávalót ugyanott. A jó hangulatért Olá Dániel és zenekara felel, házigazdák Korpos Zsuzsa és Rigmányi Lajos. Vasárnap a hagyományos farsangi felvonulással és farsangtemetéssel is folytatódik az események sora. Vasárnap folytatjuk a 10:30 órakor kezdődő nagymisét követően a Szent Miklós templomnál, körülbelül 11:30-kor a mise után indul a farsangtemetőknek a zajos felvonulása, és a főteret megkerülve érünk ki a Benedek kúriához, a Népművészeti Alkotóházhoz, ahol a már megszokott szerepjáték lesz bemutatva, Cibere Vajda és Koncz király csatája, küzdelme, és ezáltal a farsangnak a jelképes eltemetése. A farsangtemető ceremóniát ezúttal a Batthyány Ignác Technikai Kollégium diákjai mutatják be. A Cibere Vajda és Koncz király a Böjt és a Farsang jelképes párviadalát színre hozó dramatikus játék bemutatása után meleg teával, fánkkal és jó hangulattal vendégelik meg a résztvevőket a szervezők. Az Arbor Szövetség és a Gyergyószentmiklósi Szent István plébánia prózaíró pályázatot hirdet Ferenc pápa látogatása Székelyföldön témában 5-8 osztályos gyerekeknek. Az írások terjedelme minimum 3000, maximum 4000 karakter lehet. A pályamunkák leadása a Gyergyószentmiklósi Szent István plébánián lehetséges, valamint az Arbor Szövetség székhelyén is, ugyanakkor a vallástanároknak is odaadhatják a gyerekek. A pályázatok leadási határideje április 19-e. Minden korosztályban az első 3 helyezettet díjazzák. Az elmúlt hétvégén a 3 székelyföldi megye, Kovászna, Hargita és Maros közös standon népszerűsítette Székelyföldet a budapesti Hungexpon berendezett 42. utazás kiállításon és a Bukarestben szervezett romániai turisztikai vásáron. A Szovátai Országos Turisztikai Információs és Népszerűsítő Központot Budapesten és Bukarestben is képviselték.
Budapesten február 21-e és 24-e között rendezték meg a 42. utazás kiállítás elnevezésű eseményt, melynek középpontjában az élmények szerzése, a személyes kapcsolatok kialakítása és a látogatók minél szélesebb körű tájékoztatása állt. Hargita megyéhez és Kovászna megyéhez képest egy kis lemaradásunk volt, vagyis még van is. Azt szerettük volna, hogy az emberek, turisták jobban megismerik Marosmegye, ezen belül persze a mi érdekünk az volt, hogy szovált a látványosságait turisztikai, mint turisztikai célpontot, és szerintem a jövőben is az lesz a célunk, hogy Marosmegye is a magyarországi turisták körében felkerüljön Székelyföld mellé, mert ők úgy tartják, hogy nagyon sokan közülük úgy tartják, hogy Székelyföld, Hargita és Kovászna megyéből áll. Nagyon sok ország képviseltetni magát, az idén is 30 ország képviseltette magát 300 kiállítóval, és fontosnak talán, mivel a világ megismerheti Szovátát, ezen belül Székelyföldet, például voltak érdeklődők Japánból, és nagyon elcsodálkoztunk, mikor az itteni régió történelmét, az itteni emberek életéről nagyon sok mindent tudtak, és a világban a hírünket viszik ezáltal. Úgyhogy gondolom, hogy ha részt veszünk egy ilyen nemzetközi kiállításon, akkor az már a világon is amennyire ismertétezi Szovátát. Az eseményen három széket a Kovászna megyei turizmusáért egyesület, Hargita megyét a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás, míg Maros megyét a Visit Maros Egyesület képviselte. Csíki István, az Országos Turisztikai Információs és Népszerűsítő Központ munkatársa, a Visit Maros és a székelyföldi standoknál képviselte városunkat és annak vendéglátó egységeit. A Bukarestben szervezett romániai turisztikai vásáron a közelgő ünnepkör kapcsán keresték a húsvéti ajánlatokat. Maros megyét idén is a Visit Mures Egyesület népszerűsítette. Standjuknál a Szovátai Országos Turisztikai Információs és Népszerűsítő Központ részéről Berecki Daniela volt jelen. Február 21 és 24 között történt ez a vásár Bukarestben, a Romexpo-ban, amiben mi is részt vettünk. Hát maga a vásár 4 napos volt, az érdeklődés nagyon nagy volt Szováta iránt. Szerintem ez a turisztikai vásár nekünk egy eszköz, egy segítő eszköz, ami nem csak maga a turisztikai egységeknek jó, hanem maga a turistának is, azért, mert bármilyen kérdése van, amit az interneten nem, amire az internet nem tud választ kapni, itten biztos, hogy meg fogja találni. Amit észrevettem én, főleg mind a tavalyi turisztikai vására kapcsolatosan megtörtént, az az, hogy több az érdeklődő. Voltak olyan vendégek, akik nem azt mondták, hogy nem hallottunk Szovátáról, hanem azt, hogy voltunk ottan, tetszett, vissza fogunk jönni. És én azt mondom, hogy minden turisztikai vásáron ott kell lenni, és évről évre minden jobb a tapasztalatunk. Úgy a budapesti 42. utazás kiállítás, mint a bukaresti turisztikai vásár lehetőséget kínált az érdeklődőknek a különböző székelyföldi turisztikai települések, tájak, tájegységet, látványosságok megismertetésére, és nem csak a közeledő ünnepkör, hanem a nyári ajánlatok bemutatására is. Elvesztette a rájátszás második mérkőzését a Debrecen ellen a Gyergyói Hoki Klub. A mérkőzés egyetlen gólját a házigazda csapat szerezte meg, s bár a gyergyóiak hajtottak az egyenlítésért, ez nem sikerült, így Debrecen örülhetett ezúttal. 1-1 az állás jelenleg, a 4 nyert mérkőzésig tartó párharc Gyergyó-Szent Miklóson folytatódik, szombaton és vasárnap 6:30-tól kezdődnek az összecsapások, jegyek ára 25 lej felnőtteknek, gyerekeknek és nyugdíjasoknak egyaránt. Magyarországi településsel közösen pályáznának uniós forrásokra a Hargita megyei Büdösfürdőn. A találkozás során a mofetták turisztikai és gyógyászati lehetőségeinek kiaknázására próbálják felhívni a figyelmet. A mofetták turisztikai értéket képviselnek. Erre hívták fel a figyelmet a Hargita megyei Büdösfürdőn. A településre több szakértő is ellátogatott a magyarországi Mátra-Derecskéről, ahol sikeresen vezet az önkormányzat egy mofettát. Forgó Gábor, a magyarországi település polgármestere szerint a derecskei mofettában naponta 200-250 ember látogat a szezon ideje alatt, és évi 38 ezer kezelés mellett 15 ember számára biztosít munkahelyet. Éves szinten 500 embernek mentjük meg a lábát a levágástól. Ez egy óriási dolog. Ez egy óriási dolog. Abban az országban, ahol 3700 embernek vágják a lábát évente, ami nagyon sok, ott 500 embernek megmenteni, az már nem egy kis dolog. Borbolcs Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke üdvözölte a kezdeményezést. Mint mondta, lépésről lépésre kiaknázzák az üdülőtelepülésben rejlő turisztikai lehetőségeket, abban a reményben, hogy ez az egész a Csiki térség fejlődését is elősegítheti. Azt szeretnénk elérni, hogy
gyógyszermentesen, tehát sebészeti beavatkozásmentesen gyógyuljanak azok, akik esetleg valamilyen betegségben szenvednek, és azok a vulkáni gőzök, amik itt a Hargita hegységben feltörnek a felszínre, ki van mutatva, hogy nagyon komoly egészségügyi hatása tud lenni, tehát gyógyító hatása. Ezt kell beminősítsük. Elindult egy széleskörű együttműködés Büdösfürdő fejlesztése érdekében. Hosszú távú cél, hogy a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház szakembereit bevonva egy olyan szakmai érdekeltséget is biztosítsanak, amely hosszú távon is meghatározhatja Székelyföld gyógyturizmusát. Lássuk még egyszer röviden a nap fontosabb híreit. Március 1-től lehet benyújtani az egységes agrártámogatási kérelmeket. Tájékoztatót tartott az ÁPIA. Saját függőségeiről beszélve tartott tükröt hallgatói elé dr. Zacher Gábor toxikológus orvos. Március 1. hétvégén temetik a farsangot Gyergyó Szent Miklóson. Kicsiket és nagyokat is táncházba várnak. Reklám után a Hargita magazin következik, maradjanak velünk, ha tehetik, viszontlátásra!